Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit a mai videóban. Tudom, hogy egy icipicit megkéstem ezzel a videóval, mert múlt héten konkrétan egyet se tudtam sajnos készíteni nektek, ezért elnézést kérek. Ma egy olyan videót hoztam el nektek, ami így aránylag elég rég volt a csatornán, és hát csapataitokat fogom értékelni, és úgy döntöttem, ezt Instagram történetben láthattátok, hogy random választottam ki 8 embert, akinek a csapatát fogom értékelni, és srácok, előre is elnézést kérek azoktól, akik sajnálatos módon nem tudtak bekerülni a videóba. Tényleg rengeteg csapatot kaptam, és az lehetetlen, hogy mindenki csapatát videóba tudjam értékelni, remélem megértitek. S ugye, akik már régen küldték a csapataikat be, nagyon elavult képeik vannak róla, és ezért úgy gondoltam, hogy a legkézenfekvőbb megoldás az, hogyha mindig random fogok 8 embert választani videónként, és az ő csapataikat fogom értékelni. A kommentben amúgy várom a visszajelzéseket efelől, hogy mit gondoltok erről az egészről, én szívesen meghallgatok minden kritikát, úgyhogy a hosszú monológ után kezdjünk is bele a videóba. A videó legelső csapata Dominiké lenne, akinek pontszámban egy 6-os 7-es közötti értéket adok. Szép kis csapatod van, de azért látszik, hogy néhány elavult lapot is alkalmazol, viszont az iconok középpályán nagyon jó kis húzások voltak, és ugye, hogy őket ingyen ki lehetett szedni, Beckhamet például ingyen tudtuk megkapni, és örülök, hogy őt alkalmazod. Valverdével sincs semmi gond, a 107-es értékeléssel ő jelenleg a csapatod legjobbja. Na de beszéljünk egy kicsit a változtatásokról is. Kezdjük a csatárposztra, ahol egy 103-as Taremit ajánlanék neked, olcsóbb megoldást szolgálhat pedig a 100-as dia is. LV posztra a 105-ös World Cup-os Sadio Mané-t ajánlom neked, mivel őt ugye az eventből ingyen ki lehet szedni, és a csapatodba is tökéletesen beilleszkedne, na meg mellesleg a statisztikái is nagyon jók. Jobb oldalra meg egy szintén World Cup-os játékost, Kramaricot ajánlanám, az árához képest egy tök jó kis RV. Támadó középpályás posztra én egy 102-es Mason Mountot ajánlanék, és ezt tapasztalatból mondom, hogy egy jó kis húzás lenne a csapatodba. És amit még ajánlanék, az, hogy Nelson Semedo-t cserél le, vagy egy 104-es Destre, aki egy kicsit borsosabb áron elérhető, vagy hogyha nincs, vagy nem lesz elég pénzed, akkor egy 100-as lengyel cash is megteszi oda. És végezetül a kapusposztra ajánlanék neked egy Pickfordot, mivel őt ingyen ki lehet szedni az ellenből, és ott van Mané mellett, úgyhogy ezt a kettő legyet egy csapásra meg lehetne fogni. Ennyik is lennének feléd a tanácsaim, remélem megfogadod őket, és egy szuper csapatot fogsz megépíteni, sok sikert kívánok! A második csapat Miláné lenne, nagyon szép kis csapat, overratingbe is elég magas, és én úgy gondolom, hogy egy 8x5x10-est mindenképpen megérdemel. Így gyors ránézése egy nagyszerű csapatot alkottál meg, de azért tudnék ajánlani neked egy-két tanácsot. Én csatárposzton lecserélném Vardit, és első opcióként egy Van Persie-t ajánlanék, aki viszont egy 4x5-ös weak foot-tal rendelkezik, viszont B opciónak egy Lautaro Martinez is megtenné szerintem a csapatodba. RV posztra egy Hirost ajánlanék, mégpedig a 104-es Colt, de hogyha nem lesz elég pénzkereted rá, akkor egy 101-es Dembélé, vagy akár egy 100-as Kramaric is rövid távon megteszi, és én a te helyedbe Bernardo Silvából pénzt csinálnék. És a védekező sorodba mindenképpen jó jönne egy nagyobb nevű védő, és én úgy gondolom, hogy egy Marquinhos tökéletesen megfelelne ennek a szempontnak. Én elsősorban Pepét cserélném rá, de hogyha te úgy látod, hogy Stonesra nincs szükséged, akkor rácseréld. A lényeg az, hogy egy Marquinhos mindenképpen építsél be. Ezzel pedig a tanácsokból ki is fogytam. Chemistry problémáid nem lehetnek, mivel ugye mindenki ad ilyen Joker chemistry-t, úgyhogy sok sikert kívánok neked ehhez a terv megépítéséhez. A harmadik csapat Attiláé lenne, akinek így pontszámban 8x10-et adnék. Félre ne értsetek, egy nagyon szép csapatról van szó, de azért tudnék egy-két tanácsot itt is mondani. És hát kezdjük hátulról. Én úgy gondolom, hogy Vidic statisztikái nem mutassák a játékbeli képét. Én kipróbáltam ezért. Senkinek se ajánlom. És oda mindenképpen a már előbb említett Marquinhos-t tenném be elsősorban, de Van Dijk is egy jó opció lehet. Inkább Marquinhos-ra mennék, mert egy kicsivel agilisebb játékosnak tűnik.
RB poszton Cash egyelőre maradhat, de hosszabb távon mindenképpen érdemes elgondolkozni Sergio Desten, én is majd rá fogok hajtani arra a pozíciónak a megerősítésére, de egyelőre ott így is jól van. CM posztra pedig Gueye helyett ajánlanék egy Dan Delanit, ő egy fokkal azért másabb szinten játszik, mint az afrikai játékos, úgyhogy egy cserét én a te helyedbe alkalmaznék oda. Egyébként meg olcsóbb megoldás lehet Kovácsics, és talán egy fokkal könnyebben beépíthető. Jobb oldali támadó posztra én úgy gondolom, hogy Bélt mindenképpen érdemes eladni, és helyette vagy a drágább Colt megvenni, de olcsóbb megoldás a már előbb említett Dembélé vagy Kramaric is lehet, úgyhogy Dembélé és Giroud miatt azért egy fokkal jobb megoldás. Ennyik is lettek volna a tanácsaim feléd, remélem, hogy hasznosnak találtad, és sok sikert kívánok a megvalósításban. A negyedik csapat pedig Sándoré lenne, és így első ránézésre egyből 10/10 tudok neked adni. Konkrétan szinte tanácsokat se tudok neked ajánlani, de azért mégis megpróbálok ezzel a nemes feladattal, de először is fogadd a gratulációmat. Két úgymond ajánlásom lenne. Hogyha Van Persie gyengének találnád a 4/5-ös vígfutja miatt, akkor én kiszedném a helyedben a Heroes Eventből Morientest, nagyszerű játékosnak tűnik, és mindenképpen csak a csapatod minőségét erősítené, de amúgy Van Persie-vel se lesz semmi problémád, hogyha jól fogod tudni használni, de gondolom ezzel nincsen problémád. A másik úgymond idézőjelben gyengébb szempont az maga Antoine Griezmann, aki egyébként egyáltalán nem tűnik rossznak, de a 4/5-ös vígfut itt is befigyel, azért úgy gondolom, hogy ismét egy hírójátékos Riken jobb teljesítményt nyújtana azon a poszton, viszont tudom, hogy elég sok pénzbe kerül, úgyhogy egyelőre így is tökéletes, úgyhogy Sándor még egyszer fogad gratulációmat, idáig mindenképpen a videó legjobb csapata. Az ötödik csapat Martiné lenne, akinek pontszámban egy 7/10 kap, stabil csapatod van, de azért itt van egy-két hiányosság, és ez legfőbbképpen a támadó pozícióban látható. Tehát elsősorban én egy right wingert választanék a csapatomba, és oda a már előbb említett Kramaric Dembélé duó egyike felállna meg szerintem a legjobban, mivel ők nem is kerülnek olyan túl sok pénzre, mint például egy Cole, és jobb teljesítményt nyújtanak, mint maga a katari játékos ott fent említve. Leftwinger posztra pedig egy Manét ajánlanék, vagy Pulisicet. Azért ajánlaném Manét neked, mert őt ingyenesen ki lehet szedni, és az ikonok miatt egyáltalán nem lehet chemistry problémád. A középpályáddal egyelőre nincsen gond, viszont én a védősorodban változtatnék egy nagyot, és itt Hummelsre gondolok, mivel ő nagyon lassú, és őt lecserélném. Elsősorban Marquinhosra, és Vidic egy fokkal azért mégis jobb, mint Hummels, úgyhogy ő is felkerül majd a cserék listájára, de egyelőre. Én azt mondom, hogy a csapatodban simán maradhat. Így neked ezeket tűzném ki főbb változtatási célnak, persze még javítani mindig mindenkor lehet, de egyelőre ezekhez kívánok neked sok sikert és további jó szórakozást a játékhoz. A videó hatodik csapata nem másé lenne, mint Zolié, akinek pontszámban ismét egy 7/10-es fogok tudni adni. Az jelenleg nagyon tetszik, hogy VB-s játékosokkal próbálod a csapatodat felépíteni, mindenképpen plusz pont, na de térjünk is rá a változtatásokra. Kezdjük jobb szélen, ahová Sadio Manét ajánlom neked, mivel ingyen ki lehet szedni, és mindenképpen nagy erősítést nyújtana a jelenlegi csapatodba. És ezen kívül right winger posztra elsősorban Colét ajánlanám, de olcsóbb variációnak szolgálhat Dembélé is, inkább valószínűbb, hogy őt fogod megvenni, mivel olcsóbb, és Giroud-dal tökéletes chemistryt alkotnak. Camp pozícióra Mason Mountot ajánlanám, esetleg, ha majd hosszabb távon több pénzed lesz, akkor Hadzsi is megtenné, de tudom, hogy oda egy kicsit zsebbe kell nyúlni, úgyhogy egyelőre Hadzsi is, vagyis egyelőre Mason Mount is tökéletesen megteszi, amit kelleni fog. És végezetül az RB poszton változtatnék, oda Cash-t venném meg kisebb költségvetéssel, hogyha pedig több pénzed van, akkor
mindenképpen Sergio Destet venném meg. Úgyhogy ennyit tudnék neked is ajánlani, remélem, hogy hasznosnak találtad a tanácsokat, és sok sikert kívánok a további fejlődésben. A videó utolsó előtti csapata Károlyé lenne, aki szintén egy 10 per 10-es értékelését fog kapni, mint Sándor barátunk. Igaz, van apró piba a csapatodba, úgyhogy gondolkoztam nagyon, hogy lefelé kerekítsek-e a 9-es szintjére, de annyira szép játékosaid vannak, annyira nagy nevekkel, hogy ezt úgy érzem, hogy nem tehetem meg. Na de, térjünk is rá a változtatásokra. És a legszembetűnőbb az az RB posztrelnem, ahová én neked Sergio Destet ajánlanám. Úgy látom, hogy a pénzkeretedből simán ki kell fusson rá, és ő mindenképpen sokkal jobb teljesítményt kell nyújtson, mint Kerr barátunk. És az RB posztra pedig az eventből ingyenesen kiszedhető Sergio, vagyis Sadio Manét ajánlanám. Nagyszerű statisztikái vannak, de hogyha esetleg másfelé indultál volna, akkor tökéletesen megteszi oda Pulisic is. Ahogy látom, beépítési problémáid az iconok miatt nem lehetnek, úgyhogy majd te eldöntöd, hogy kire van nagyobb szükséged, én inkább Sadio Manét ajánlanám oda. Na de, neked is gratulálni szeretnék, mert nagyszerű csapatod van, és további sok sikert kívánok a játékbeli céljaid eléréséhez. És a videó utolsó csapata Szőke Benetté lenne, aki egy 115-ös overratingű full VB-s csapatot tudott megépíteni, és egy stabil 8 per 10-es pontszámot, egy jó erős 8 per 10-es pontszámot adok neki. Nagyszerű játékosok alkotják a csapatodat, viszont az egyetlen probléma az, hogy a játékosok nincsenek a saját posztjukon. Ezért kezdem is az ajánlásokat. Először is Sadio Manét add el, és vegyél egy csatárt, akinek Harryként ajánlaná, mivel Mason Mount-tól egy tökéletes linket tudna alkotni, és amúgy is a Wildcard chemistry által chemistry problémáid nem lehetnek. Ellenposztra pedig Sadio Mané helyett egy Ginolát, vagy olcsóbb megoldásként egy Szaúd-arábi játékos Al-Dafsarit ajánlanám. Mind a kettő nagyszerű választás lehet, mind a két lábukat jól fogják tudni használni, jó shootingúak, tudnak tökéletesen szinte lőni, úgyhogy tényleg ezt a két változtatást tudnám neked ajánlani, úgyhogy ezért nagyon gondolkozom, hogy a 9-es pontszámot is megadjam-e neked. Döntsék el a nézők ezt a kérdést. Nos, srácok, ennyi lett volna ez a mai videó. Tényleg elnézést kérek mindenkitől, aki már múlt héten várta ezt a videót. Most tudtam elkészülni vele. És tényleg nagyon sajnálom, hogy minden egyes nézőmnek a csapatát nem tudom értékelni, de időügyileg ez kb. Lehetetlen, és a videózáson kívül is vannak fontos tanulmányi céljaim, amiket el kéne érjek, úgyhogy megkérek szépen mindenkit, hogy ne haragudjon, és hát még az évben 2-3 videóra számítok, legfőképpen montázsokat is szeretnék idén végre összehozni nektek, és tényleg köszönöm mindenkinek, aki végignézte ezt a videót. Remélem, hogy minden egyes nézőm tudott okulni valamennyit csapatépítés szempontjából. És hát találkozunk majd a következő videóban. Vigyázzatok magatokra, és sziasztok!